Latin Cardio Fitness, jóga, alakformáló aerobik és tartásjavító torna csak néhány a Mozdony Nyíregyháza mozgásformái közül, melyeken rendszeresen sportolhattak a város lakói. A Mozdony Nyíregyháza 8 évvel ezelőtt indult, akkor még csak néhány programmal, idén ősszel pedig már minden napra 5-6 foglalkozás jutott. Ezúttal is voltak sztár vendégek is, akik ingyenes órákat tartottak, így Béres Alexandra és Katus Attila is megmozgatta a megyeszékhely lakóit. Utóbbi szerint remek kezdeményezés a Mozdony Nyíregyháza, különösen ilyen stresszelteli időszakban. A nehéz pillanatokban a sport, a rendszeres testmozgás, az ugye a stresszhormonok szintjét nagymértékben tudja csökkenteni. Sőt, mondhatnám azt is, hogy anélkül, testmozgás nélkül teljes mértékben a stresszhormonoktól megszabadulni lehetetlen. Tehát én nagyon sokszor, amikor volt tényleg a nagy zárások a Covid ideje alatt, akkor én ugye online edzéseket tartottam, és nagyon-nagyon sokszor írtak nekem emberek, hogy olyan szinten jól tudják kezelni ezt a helyzetet, és hogy milyen nagy segítség számukra a sport és a testmozgás. Tehát ez akkor élni kell, ez egy lehetőség, ami egy mankó, ami segít abban, hogy ezeket a nehéz pillanatokat jobban kezeljük, hiszen tudjuk jól, hogy milyen szintű mentális, pszichés problémák jönnek ilyenkor, hiszen az élet nem könnyebbedik, hanem nehezebb. Nem csak a Covid van itt, hanem az időjárás is változik, a napot se látjuk, ködös az idő, sötétek a nappalok is már egyre rövidebbek, úgyhogy én ezt gondolom, hogy szükség van az ilyen eseményekre, a zene, a mozgás, ez nagyon sokat segít. A járványos időszakban a Mozdony Nyíregyháza óráit is online tartották, ősszel viszont 10 héten át újra személyesen találkozhattak az edzőkkel a résztvevők. Nagyon várták az emberek az online órák után, hogy újra közösségben együtt mozoghassanak. Ugye a vírus helyzethez mindig alkalmazkodni kell, tehát a látogatottságon azért látszik, hogy vannak, akik azért óvatosabbak is, nem mertek még eljönni a termekbe, reméljük, hogy jövő januárban, ha újraindulunk, akkor újra még többen fognak megmozdulni, és továbbra is tudjuk töretlen népszerűséggel szervezni a foglalkozásokat. Januárban a tervek szerint tovább folytatódik a Mozdony Nyíregyháza, addig azt tanácsolják a szervezők a sportolóknak, hogy használják az ingyenes szabadtéri kondiparkokat és futópályákat, melyekből több is épült a közelmúltban a városban.